Cuestión de ¿verdad? Fegyveres testületnél, akik éles lőfegyverrel és töltött lőfegyverrel látnak el szolgálatot az utcán, az egyik legfontosabb dolog az, hogy ezt a fegyvert maximális biztonsággal kezeljék. Azt is el tudják dönteni, hogy mikor kell használni, és használják, ha kell, mert az nem lehetőség a rendőr kezében, nem kötelesség adott esetben, és nyilván hatalmas felelősség. Az, hogy ilyen lőversenyek létrejönnek, ez nyilván János barátomnak köszönhető, neki is köszönhető, aki azért eléggé oszlopos munkát visz ebbe a lőversenyek rendezésébe. Megnéztem a pályát, meglehetősen nehéz. Vannak nehezebb pályák ennél nyilván, amik már speciális alakulatoknak vannak, de azért itt nem feltétlenül felkészült és nem feltétlenül speciális alakulatban dolgozó emberek vannak. Jó pálya, bevallom őszintén, hogy magamban lőttem fejbe a gyakorlatokat, egy hibám már van, ez biztos. Nagyon szép, találtok mind a kettő, igen. Csak hogy büntető. Igen. Uh-huh. Miért lőttél le? Nem figyeltem eléggé. Ha itt érzem, ahogy süt. A rendvédelmi szervek kiképző központja szempontjából ilyen versenyek nagyon fontosak. Itt ugyan nem sokan veszünk részt a kollégák közül, de nagyon sok hasonló versenyen, és sikerrel szerepelnek a kollégáink, hiszen ők a legjobbak a szituációs lövészetben. És azt lehet mondani, hogy a kiképzés során is teljesen hasonló feladatokat hajtunk végre, tehát ez a kollégáinknak nem idegen. Az én számomra, aki nem vagyok lövésspecialista, nagyon érdekes, nagyon izgalmas volt. Számomra nagy örömet szerzett az, hogy volt olyan feladat, amit hiba nélkül tudtam teljesíteni. A taktikai ház nem csak ötletes volt, hanem nagyon életszerű és jó volt. Külön kiemelném azt, hogy olyan feladat elé állították a lövőket, ami gyakorlatilag azt kellett, hogy megoldassa velük, hogy egyáltalán kire szabad lőni, és ezt egy nagyon fontos feladatnak tartom. Az a megtiszteltetésért, hogy idéntől én szervezhetem, illetve rendezhetem, illetve találtam ki a pályákat ennek a neves versenynek. Hát megpróbáltam kitenni magamére a mai napon is. Szerencse, hogy idén már két blokk felkészítő versenyen túl vagyunk, tehát a pályákat már mondhatjuk, azt valamilyen szinten kezdték megszokni a versenyzők. Akik még ugye nem voltak ezen a felkészítő versenyen, azok ma mindenképpen megtapasztalják, hogy milyen az, amikor gyorsan, pontosan és gondolkodva kell lövéseket leadni. Azt gondolom, hogy ezek a megméretetések nagyon-nagyon fontosak a sportolóknak azért, mert elősegítik, hogy minél jobb és komolyabb eredményeket érjenek el. Az önvédelmi fegyvertartóknak, hogy gondolkozzanak, nagyon nézzék meg, hogy mire lőnek rá, tanuljanak meg pontosan célozni. A rendvédelmi szervek dolgozóinak pedig, hogy gyorsan és pontosan és örvények maradéktalan betartásával használják fegyverüket. Nem volt ez olyan rossz. Ezt vedd föl neked, ezt fényképezd le. Eddig, hogy tetszik a pálya. Jó.
nagyon jó kis verseny, nagyon jó bírókkal, a legjobb a vezetőbíró, utána a hármas pálya bírója. Az én volnék, köszönöm. Ez visz mindent. Tehát ez nagyon cool. 79 darazsat vágtam agyon. Megverjük a csomagjanit, ha vége lesz a pályák miatt. Lájkoljuk!